Szeptember 15-től csak azután végezhető el az abortusz, hogy az állapotos nők meghallgatták a magzat szívhangját. Így módosította a belügyminisztérium a terhesség megszakítás szabályait. Ami hazánk szerint a kormány hosszú évek küzdelme után vette át a párti javaslatát. Dúró Dórát kérdezzük. A Mi Hazánk elnökhelyettesét, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk a stúdióban. Jó estét kívánom. Ugye önöknek volt erre egy javaslata, nem először, nagyon-nagyon régóta szeretnék ezt a törvényt módosítani. Az adás elején itt volt két újságíró, és szóba került, vagy hát téma volt ez a módosítás. Mindenketten azt mondták, hogy itt egy politikai alkú született. Politikai alkú született? Úgy gondolom, ha van olyan kérdés, amiben nem érdemes semmiféle pártpolitikai síkra terelni az ügyet, akkor az mondjuk az abortusznak a kérdése. Egyrészt azért, mert szó szerint élethalál kérdésről van szó a magzatok esetében, ugye. Másrésztről pedig egy társadalmilag rendkívül érzékeny kérdés. Tehát nagyon sok nő, nagyon sok család érintett ebben az ügyben, olyan értelemben is, hogy vagy átesett abortuszon, vagy a közvetlen környezetében tud olyat, akinek abortusza volt, és egy rendkívül érzékeny kérdés éppen ezért is. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az a szemlélet, ami a többségben ma Magyarországon ezzel kapcsolatban uralkodik, az egyrészt a kommunista rendszernek, másrészt pedig az elmúlt 30 év lényegében liberális vélemény diktatúrájának a következmény. Hogy a többségben milyen hangulat uralkodik? Hát vannak erről közvéleménykutatások, hogy hányan, vagy hogy gondolkodnak az emberek az abortuszról, és a másik dolog pedig, hogy a mai nap tapasztalata is az számomra, hogy rengeteg tévhit uralkodik, amit egyébként előszeretettel ismételgetnek is. Van olyan politikai párt, amelyik megtette, hogy amelyekről bebizonyosodott, és tényszerű, hogy nem igaz, mégis ezt mondogatták. Magyarországon azt szokták mondani, hogy hát mindenben benne van a politika, és hát azért ezt gyakorta tapasztaljuk. Nem válaszol tulajdonképpen arra, hogy született a politikai alkú, vagy nem született. Nem, bocsánat. 2016 óta javasolták, ugye pont az adás előtt beszéltünk is erről, 18-ban is javasolták, nem szavazta ezt meg a Fidesz. Miért pont most? Miért éppen most módosítja ezt 2022-ben a Fidesz akkor? Én is csak találgatni tudok, hogy miért most tartották ezt időszerűnek. Mi már sokkal korábban időszerűnek tartottuk, ezért is nyújtottuk be valóban 6 évvel ezelőtt is ezt a javaslatot. Több oka is lehet. Egyrészt most mertek egy olyan konfliktust vállalni ez ügyben, hogy akár a népszerűség kárára is tud ez menni. Másrészt nagyon fontos arra felhívni a figyelmet, hogy most van az első olyan időszak, amikor a termékenység csökkent az elmúlt 12 hónapban az azt megelőző évhez képest. Tehát most tűnik úgy... És ettől a módosítástól nem fog csökkenni? Hát mindannyian, akik ezt támogatjuk, azt várjuk, hogy lesznek olyan életek, akik enélkül nem születtek volna meg, nem élhetnének, és ennek hatására fognak. Miből gondolják? Én egy KSH adatot hoztam, vagy írtam ki magamnak, 2017-es adat egyébként. Magyarországon leggyakrabban, több mint az esetek 70%-ában azok a nők mennek el abortuszra, akiknek már van gyerekük. Ez az adat mit mond önnek? Ez nagyon fontos, mert ez az egyik például sokat ismételgetett tévhit, hogy itt olyan nőkről van szó többségében, akik egy buliba tizenévesen túl jól sikerül, vagy rosszul sikerül a buli vége, ezt most mindenki dönts el maga, de hogy ők azok, akik legtöbbször abortuszra mennek, nem. Tehát ezt látni kell, hogy családokról van szó, családban élő nőkről, gyermekekről van szó, és ez számomra azt üzeni, hogy akár ezek a gyermekek meg is születhetnének. Ugyanakkor igyekszem... Éppen azért, amit mond, nincs itt egy ellentmondás ön szerint, mert ebből nem arra lehet következtetni ebből az adatból, hogyha a nők úgy döntenek, hogy abortuszra mennek, ugye itt több mint 70%-ról beszéltünk, akkor nagyon is tudják, hogy mit jelent anyának lenni, hiszen van gyermekük, és valószínűleg nagyon is tudják, hogy mit jelenthet majd elvenni azt az életet. És lehet, hogy életük legnagyobb tragédiáját élik át, és lehet, hogy úgy gondolják, hogy egyébként sokan beszámolnak arról, hogy rendkívül megalázó procedúra után még azzal is megalázzák őket, hogy meg kell hallgatniuk a gyermekük szívverését. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban tisztázni. Az is egy tévhit, hogy a nőknek önrendelkezési vagy szabad döntési joga van. Meggyőződésem nincs, mert vagy a férjük, vagy a családjuk. A férjük róluk? Tehát befejezem ezt a gondolatmenetet.
az nőknek a döntő többsége úgy végzi el az abortuszt, hogyha őre a munkáltatója, a férje, a családtagjai nem helyeznének nyomást, hogy az abortuszt válassza, akkor megtartaná a gyermekét. Tehát a nő nem egyedül dönt erről, hanem nagyon sokszor, és még abortuszpárti intézetek is bevallják ezt, hogy igen, nagyon nagy részben olyan helyzetben van a nő, hogy azt gondolja, hogy nincs más lehetőség. Holott mi szeretnénk azt tudatosítani mindenkiben, hogy van más lehetőség, sőt, minden más lehetőség csak jobb lehet annál, és itt jön a másik szempont, hogy a magzatgyermek életét kioltja. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a nő dönt, akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy azt a válsághelyzetet, amiben mondjuk az abortusz elvégzésekor ő kerül, azt mondjuk egy éves gyermekkel éli át. Tehát ez a válsághelyzet akkor alakul ki az életében, amikor már egy éves a gyermeke. De hát éppen azt mondja, hogy ha nem ő dönt, hogyha nyomás alatt van, egy nehéz élethelyzetben van, akkor miért nehezítik? Nem nehezítik még inkább azzal az életét, hogy egy szívfangot hallgattatnak meg vele? Nem, mert szeretnénk esélyt adni a magzatnak, és tudatosítani az édesanyában, hogy az élet az nem akkor jön létre, amikor a szülőcsator. Kóstolja meg Én Csiklandó ibériai stílusú finomságainkat a Lidl-ben. Hétfőtől az 500 g-os panírozott lintahalkarika 899, a 240 g-os Hamon Serrano sonka 1799, a 400 g-os csicseri borsó 419 forint. Lidl. Minden jót jó áron. Nem áthaladunk, hanem a fogantatás pillanatában. És hogyha ezt elfogadjuk, hogy a fogantatás pillanatában létrejön az élet, akinek genetikai kódja van, DNS-e van, ő onnantól kezdve csak fejlődik. És teljesen mindegy, hogy már megszületett, vagy nem született meg, jogai kell, hogy legyenek, és az édesanyjával egyenértékű, és mindannyiunkkal egyenértékű az élete. És az de egy elképesztő döbbenet. Egy nőnek, hogy eldöntse, hogy egy nem kívánt gyermek millió oka lehet sajnos, hogy miért nem kívánt várandóság, ez neki joga legyen eldönteni, hogy megtartja azt a gyermeket, vagy nem? Még egyszer hangsúlyozom, a szülés után is kerülhet válsághelyzetbe valaki, és azt meg gyerekgyilkosságnak nevezzük, hogyha akkor ő úgy dönt, hogy hát mondjuk az édesapa lelépett, és akkor nehezen tudja felnevelni, vagy olyan nehézséggel találkozik, amiről úgy érzi, hogy ő ezt nem tudja vállalni. Ezt ezt a kettőt hasonlítani? Szerintem igen, hát teljes mértékben. A Mi Hazánk betiltaná az abortuszt egyébként? Nagyon, nekem az elvi álláspontom alapján úgy gondolom, hogy nem nagyon lehet olyan helyzet, amikor ez a jobb megoldás. Ugyanakkor azt látom, hogy és igyekszem empátiával viseltetni a nők iránt, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem célunk senki fölött ítélkezni, senkit megbélyegezni, hanem egy szemléletváltást szeretnénk elindítani, ezzel a szívhangos javaslattal is, és ez a váltás, mivel itt egy 70 éves hazugságról van szó, amiben a magyar társadalom az abortusz kapcsán él, ezért nagyon kis lépésekkel lehet haladni, azért, hogy akkor kis lépésekkel a végén betiltanánk az abortuszt? A betiltás az nem érje el azt a célt, hogy minimális szintre csökkentsük, inkább ezt mondanám, hogy a lehető legminimálisabb szintre csökkentsük az abortuszt, ehhez nem jó eszköz a betiltás természetesen. Dóra Dorának köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.